Azoknak a diákoknak, akik 2012. szeptemberében vagy később kezdték a középiskolát, 50 órás közösségi szolgálatot kell teljesíteniük, enélkül érettségi bizonyítványt sem kaphatnak. Ez lehet egészségügyi, szociális, kulturális vagy akár szabadidős tevékenység. Az egyik ilyen lehetőség Nyíregyházán bábok készítése gyermekekkel foglalkozó szervezeteknek. Jelenleg két alapítványnak készítünk új bábokat, az egyik a Down Egyesület, a második pedig a Mosolygó Kórház Alapítvány. Mind a két szervezet gyerekekkel, illetve fiatalokkal foglalkozik, az egyik betegekkel, a második pedig fogyatékkal élő személyekkel, és számukra készítenek itt a fiatalok 3 óra keretében új bábokat. Ezen kívül a szervezetünk, a Kalamáris Egyesület egy pályázat keretében vállalta azt, hogy a civil szervezeteket, illetve a diákokat összehozza kereslet-kínálat alapon, és közvetít a szervezetek, illetve a fiatalok között, hogy mindenki megtalálja azt a helyet, ahol a közösségi szolgálatot szeretné aktívan eltölteni. A diákok a regisztrált fogadóintézmények közül választhatnak, hol szeretnék teljesíteni a kötelező 50 órát. Csak olyan tevékenység számít közösségi szolgálatnak, amelyért nem kapnak fizetést, valamint társadalmilag hasznos. Nekem már majdnem betelik a szolgálatom. Én azért ezt választottam, mert viszonylag jó a kézügyességem, és nagyon szeretnék segíteni ezeken a gyerekeken. Meg szerintem remek ötlet, hogy így játékokkal felkeltsük a figyelmüket, lekötni őket, és nekik is legyen örömük az életben. A Nyíregyházi Vasvári Pál gimnázium diákjai körében a közösségi és kulturális programok a legnépszerűbbek, de sokan választják az állatbarát alapítványt vagy az óvodákat a közösségi szolgálat teljesítésére. Az adatok áttekintésére egy külön programot hoztak létre a gimnáziumban. 2011-ben a köznevelési törvény bevezetésével minden iskola szembesült azzal, hogy újabb óriási adminisztratív munka hárul rájuk, és az első évben kicsit kiismerhetetlen volt ez a helyzet mindenkinek, ezért a következő tanévtől indult el a próbálkozás, hogy ki kell alakítani egy jól működő informatikai háttér programot, ami segíti az iskolai adminisztrációt, és ez a Nyíregyházi Vasvári Pál gimnáziumban megtörtént. Ez az informatikai program az iskola honlapján érhető el a közösségi szolgálat menüpontban. A közösségi szolgálatot célszerű a 11. évfolyam végéig teljesíteni, hogy az utolsó évben az érettségire tudjanak készülni a tanulók. A végzős vasváris diákok 95%-a már befejezte az 50 órás közösségi munkát.